Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Egyre több a szabálytalanul parkoló autó, a hatóság fokozott ellenőrzést ígér. Közérdekű adatigénylés, a szekszárdi városvédők szerint politikai alapon dölt el, kik kaphatnak segélycsomagot. Nehéz anyagi helyzetben a vadásztársaságok, elmaradtak a vérvadáztatások. Sok a szabálytalanul parkoló autó Szekszárdon. Van, aki a 2 órás parkolási zónában hagyja figyelmen kívül a szabályokat, más zöld területre áll, nem törődve a növényzettel. Sem a közterületfelügyelet, sem a rendőrség nem kezelte eddig kiemelt feladatként a parkoló autók ellenőrzését. A hatóságok azonban azt ígérik, a jövőben fokozott ellenőrzésre kell számítani a Tolnai megyeszékhelyen. Közlekedési tábla jelzi, hogy 2 órán keresztül lehet parkolni a Mátyás Király utcában. A várakozás megkezdésének időpontját tárcsával kell jelezni a szélvédőre kirakva. Ez az időtartam a 2 órát nem haladhatja meg. Ez a fajta jelzés 5-ből 4 autónál hiányzott. A közterületfelügyelők ezért figyelmeztető cédulákon jelezték a problémát a jármű tulajdonosoknak, de a későbbiekben büntethetnek is ezért. A helyszíni bírság mértéke 5000 forinttól 50 ezer forintig terjedhet. Varga András, a szekszárdi polgármesteri hivatal városigazgatási osztályvezetője azt mondja, valószínű az zavarta össze az embereket, hogy a fizető övezetekben díjmentessé vált a várakozás. Azt ígérik, a jövőben fokozottan ellenőrzik majd ezeket az övezeteket a hatóság munkatársai. Zöld területen, járdán is sokszor parkolnak autók Szekszárdon, pedig az is tilos. Az Rínyi utcában több étterem és kávézó környékén is ezt lehet tapasztalni. A zöld területen történő várakozás jelenleg a tulajdonjogi szabálysértések körében rongálás címén tudjuk szankcionálni. Elsősorban feljelentés útján, tehát a rendőrség a szabálysértési hatóság ilyen esetekben, és akkor feljelentést teszünk a rendőrség felé, ha ilyennel találkozunk. Szoktak ilyen jelzések érkezni? Igen, sajnos megszaporodtak ezeknek a száma is, illetve igyekszünk ezeket a zöld területeket lekorlátozni, akár növényzettel, faültetéssel, cserjeültetéssel, hogy ezzel is megakadályozzuk a szabálysértés elkövetését. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondta, a zöld területen való parkolás ügyében akkor tud hatékonyan intézkedni a hatóság, ha bejelentik azt a rendőrségen. Alapvetően azonban a közterületfelügyelők feladata ezt ellenőrizni és a rendőrségen feljelentést tenni. Zöld területen való parkolással kapcsolatosan szabálysértési eljárás az elmúlt időszakban a szekszárdi rendőrkapitányságon nem történt, valamint a közterületfelügyelettől sem érkezett ilyen jellegű feljelentés ismeretlen tettessel szemben, hogy valaki zöld területen megállni tilos vagy a várakozni tilos hatálya alatt parkolt volna. Ha a rendőr szabálytalanul parkoló autóst lát, a jármű üzemben tartójával vagy tulajdonosával szemben szabálysértési feljelentést tehet, távollétében pedig bírságot szabhat ki. Nem rászorultsági, hanem politikai hovatartozás alapján dőlt el, kik kapnak a segélycsomagokból, amiket eredetileg a veszélyhelyzet idején nehéz helyzetbe kerülő családoknak szánt Szekszárdváros vezetése. Ez gyanítja Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke. A csomagok koordinálását és lebonyolítását az Éljen Szekszárd tagjaiból álló Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság végezte. A városvédők a jegyzőhöz fordultak, hogy kiderítsék, kik és mennyi csomagot kaptak a város pénzén. Voltak olyan emberek, akik 4, 3, illetve 2 csomagot is kaptak, tehát nem úgy történt a kiosztás, hogy egy adott főnek egy csomag jutott, ahogy egyébként a törvény előírná. Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke azt gyanítja, hogy a veszélyhelyzet idején nehéz helyzetbe kerülő családok megsegítésére kiosztott segélycsomagok egy része nem oda került, ahova kellett volna. Azt állítja, 60 rászoruló család jelezte, hogy ők kimaradtak ebből az akcióból. Ács Rezső, szekszárd polgármestere még márciusban a koronavírus járvány kitörésekor döntött arról, hogy 1000 darab 10 000 forint értékű tartós élelmiszert és vegyi áru tartalmazó csomagot oszt ki az önkormányzat szociális rendszerében szereplő 700 rászoruló között, és 300 csomagot az időközben vagy a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülő családoknak. A csomagok kiosztásának koordinálását és lebonyolítását az ilyen szekszártagokból álló Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság végezte. Ők ezt az önkormányzati pénzből, az adófizető pénzéből a saját kampány céljaikat
teljesítették, ugye fölhúzták a saját pártpolitikai pólójukat, és ebben a saját szavazóiknak osztották ki a csomagot. Kihangsúlyozom, ez mi nekünk egyelőre erős gyanunk. A városvédők elnöke úgy véli, nem rászorultsági, hanem politikai hovatartozás alapján dőlt el, kik kapnak a 10.000 forintos csomagból. Ez a szocialista balliberális szivárvány koalíció vezeti a városunkat, most is bizonyítja, hogy képtelen arra, hogy megfelelően dolgozzon, csak a kampányban tudnak jeleskedni. A szekszárdi városvédők vezetője a jegyzőhöz fordult közérdekű adatigényléssel, hogy a csomagosztással kapcsolatos minden adminisztrációt kikérjem. Gyűjtést szerveznek tolnai civil szervezetek azoknak a rászorulóknak, akik a veszélyhelyzet ideje alatt veszítették el munkahelyüket. Az adományokat a tolnai családsegítő központba vagy helyi élelmiszerüzlet elé kihelyezett ládába lehet leadni június 5-éig. A szociális szervezeteknél lehet jelentkezni, ha valaki igényt tart erre a segítségre. Várjuk azoknak a személyeknek, családoknak a jelentkezését, akik itt a járványhelyzet ideje óta elvesztették a munkahelyüket, álláskeresőkké váltak, és majd a jelentkezők számának a függvényében alakul ki az a kör, akiket támogatásban tudunk részesíteni. Május 25-től kibővült a szekszárdi tüdőszűrő állomás nyitvatartási ideje. Hétfőtől szerdáig 9:30-tól délután 2:30-ig, csütörtökön reggel 8-tól délután 4-ig, pénteken pedig reggel 8-tól délután 2:30-ig lehet igénybe venni a vizsgálatot, előjegyzés azonban szükséges. A tüdőszűrő vizsgálat 40 éves kor alatt csak házi orvosi vagy foglalkozás egészségügyi beutalóval, 40 év fölöttieknek beutaló nélkül is kérhető. Az ellátás megkezdése előtt kérdőíves szűrés történik, amiben a koronavírussal kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni. Egy új kormányrendelet értelmében már beléphetnek Magyarországra Ausztriából érkező vadászok, és ez elvileg meg is menthetné a nehéz anyagi helyzetbe került egyesületeket. A vadászkamara megyei titkára szerint viszont kérdéses, hogy bemernek-e majd jönni a külföldiek. A koronavírus miatt eddig elmaradt bérvadásztatások hatalmas károkat okoztak a vadászegyesületeknek, őszbakból például csak a tervezett állomány 1/5-ét sikerült kilőni eddig. Vagy fölkínálom magyar vendégvadásznak, vagy egyszerűen meglőheti tag, aki szeretne, vagy egyszerűen kivárok egy kicsit, és azt mondom, hogy el fog múlni ez a helyzet, hogy meglőjük jövőre. A korábbi évektől eltérően tudták csak megoldani az idei évre előirányzott vadállomány ritkítást a Keskenyi Földtulajdonosi Vadásztársaságnál. A külföldről érkező bérvadászok idén a koronavírus miatt eddig nem léphettek be az országba, ezért a nekik szánt őszbakok kilövéséről máshogy kellett a vadászoknak gondoskodniuk. A kormányhivatal által kiszabott terv 40 darab őszbaknak a kilövése. Idén a vadásztársak lőhetik ki a 40 darab őszbakot, és jövőre pedig mindegyik értékesítve lesz, úgy nem lőhetnek vadásztársak jövőre őszbakot, így a kettő év viszonylatában gazdaságilag nem szenved a vadásztárságunk különösebb károkat. A koronavírus járvány hatalmas károkat okozott eddig a Tolna megyei vadásztársaságoknak. Az őszbak főszezonja nagyjából május végéig tart, az éves terítéknek a felét eddig szokták elejteni. A vadászkamara megyei titkára pedig azt mondja, a tervezett állománynak csak töredékét sikerült leteríteni, ami főként a külföldi bérvadászok elmaradásának tudható be. Körülbelül 20%-a az, ami terítékre került. A fő vadászati idényben, mármint az őszbak vadászati idényéről beszélünk, mert jelenleg az van most a porondon, így mondjam. Tehát ekkor az elmaradásunk, ami nagyon nehezen lesz pótolható, még hogyha határok nyílnak is. Egy friss kormányrendelet szerint ugyan Ausztriából szigorú feltételek mellett, például 4 napnál nem régebbi negatív koronavírus teszttel már érkezhetnek a vadászok. Király István szerint viszont kérdéses, hogy a külföldi vendégvadászok bemernek-e jönni, és akarnak-e vadászni az itteni területeken. Hogy időközben ugye a mezőgazdasági területeken az ott termesztett növénykultúrák már olyan mértékben növekedtek meg, hogy a vadásztatást nagyon-nagyon megnehezíti, éppen ezért május végéig szokott lenni a java bérvadásztatás. Aztán majd üzekedésben augusztus-július-augusztusban a második felvonás. A fogadókészség megvan, kérdés az, hogy mekkora lesz a piac.
Tolna megye egyébként még a szerencsésebb megyék közé tartozik, mert itt egész évben lehet nagyvadakra vadászni. De például az Alföldön, ahol szinte csak őszbakra lehet lőni, már komolyabb gondot jelent majd, hogy a főszezonban nem érkeztek külföldi vadászok. A koronavírus járvány rávilágított az elektronikus ügyintézés előnyeire, mondta Puskásné Szegi Petra, Bonyhádváros jegyzője. A polgármesteri hivatal vezetője szerint az e-ügyintézés alkalmas a helyi adók rendezése és utánkövetése mellett a szociális vagy éppen birtokvédelmi ügyek kezelésére is. Bármelyik böngésztőt megnyithatjuk, mert minden böngésztővel működik. Ugye nekem azért itt a népszerű oldalak látszanak, de akkor beírjuk a Bonyhádváros honlapjának a címét, ugye ez a www.bonyhad.hu. És innen gyakorlatilag néhány kattintással bárki otthonról tudja intézni azokat az ügyeket, mely ez idáig hivatali jelenlétet és számos papír kitöltését jelentette. Puskásné Szegi Petra, Bonyhádváros jegyzője azt mondja, a vírusjárvány ideje alatt derült ki sokak számára az e-ügyintézésben rejlő egyszerűség. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen módon rendezett ügyek nagyban segítik a környezetvédelem és a zöld gondolkodás ügyét. Kettő kattintással otthonról az interneten számítógép segítségével eljuthatnak addig, hogy a gépjárműadót befizette, a kommunális adót megfizette. Ha nem, akkor lehetőség nyílik, ugyanúgy, ahogy egy webshopban vagy egy webáruházban lehetőség nyílik arra, hogy ezt elektronikusan megtegye. Azt gondolom, hogy ez egy kényelmi és környezettudatos lépés az ő szempontjukból, ugyanakkor az ügyintézésben nekünk hatalmas könnyebbség is. A lakosságot érintő adók megfizetése mellett birtokvédelmi, hatósági és szociális kérelmek is intézhetők így módon. A tapasztalat az, hogy az e-ügyintézés nem csak a lakók, az ügyintézők számára is előnyös, mert gyorsabb és pontosabb feladatellátást jelent, tette hozzá Bonyhád jegyzője. Prostituáltaknak adta bérbe házát egy 59 éves pesti nő Pakson. A prostituáltak fogadásába, a bérleti díj beszedésébe bevonta fiát, menyét és egy paksi ismerősét is. Az asszony részletes nyilvántartást vezetett arról, mikor és hányan bérelték ki ingatlanát. A rendőrök még tavaly nyáron fogták el és hallgatták ki őket. A nyomozás lezárult, a paksi rendőrök a keletkezett iratokat a napokban megküldték az illetékes ügyészséghez. A paksi rendőrkapitányságon mind a négy személlyel szemben prostitúció elősegítése büntettel követésének megalapozott gyanúja miatt folytattak eljárást. Az ügyiratait az elmúlt napokban a paksi rendőrkapitányság munkatársai az illetékes ügyészségnek vádemelési javaslattal megküldték. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Koronavírus ellen japán gyógyszer, pécsiek vezetésével tesztelik a készítményt. Újra mernek tervezni, júniustól 200 főig tarthatnak esküvőket a párok. Magyar harcművészet, Hungarikum lett a szabjavívás. Hatásos lehet a koronavírus elleni megbetegedésre az a japán gyógyszer, ami már megérkezett a pécsi klinikára, legalábbis ezt tapasztalták az ázsiai orvosok. Itteni szakemberek vezetésével végzik a gyógyászati vizsgálatokat, hogy kiderítsék, az európai betegekre is úgy hat-e a szer, mint a távol-keletiekre. A klinikai tesztelések egy évig tartanak a hazai orvosképző intézmények, a Délpesti Centrum Kórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet bevonásával. Ez az a vírus ellenes japán gyógyszer, amelyet hazánk kapott ingyen a távol-keleti országból, hogy a koronavírus betegekre gyakorolt hatását vizsgálják. Egyelőre csak fényképen tudjuk megmutatni. A készítmény a pécsi klinikák központi gyógyszertárába szombaton érkezett. A baranyai kutatók most kezdik a gyógyászati vizsgálatát. Ez nem napok vagy órák kérdése, erre egy esztendőnk van. Az annyit jelent, hogy most indulunk meg az etikai engedélyek beszerzésével, a különböző kórházaknak a bekapcsolásával, és utána a betegeknek a beválasztásával. Egy meghatározott, nemzetközileg elfogadott protokollt nyújtunk most be az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak,
és ha az engedély megérkezik, szeretnénk 6 intézményben kipróbálni. Ehhez 100 beteget választanak ki. Az ő kezelésükre elég a 12 000 tabletta, ami adományként érkezett Japánból. Az ottani tapasztalatok szerint az enyhe vagy középsúlyos betegeknél volt hatásos a gyógyszer. Kérdés, hogy miért kell akkor nálunk is kipróbálni, miért nem lehet azonnal alkalmazni. Elképzelhető, hogy egy készítmény nem teljesen ugyanúgy hat az ázsiai és az európai populációban. Ezért a japánok maguk is azt kérték, sőt, meg kell, hogy mondjam, hogy a ingyenes adomány feltételéül szabták, hogy ne csak odaadjuk a betegeknek, hanem egy szabályszerű, nagyon szigorú jelentéssel egybekötött klinikai tanulmányt végezzünk el. Ezt a magyar állam elfogadta. Ezért kapta ingyen a szert Magyarország, hogy a klinikai vizsgálatot finanszírozza. A hatóanyagot 6 évvel ezelőtt az influenza ellen vetették be a japánok. Most tavasszal derült ki, hogy a koronavírus szaporodását is meg tudja gátolni kevésbé súlyos esetekben. Kérdés, hogy miként hat az európai betegeknél, ezt térképezik fel hazánkban a kutatók, köztük a pécsi szakemberek, de leghamarabb egy év után használhatják majd a szert a gyógyításban. Vendéglátóhelyeket, zenészeket, fotósokat egyaránt súlyosan érintettek a koronavírus miatt hozott intézkedések, amelyek csak a minimális létszámú polgári szertartást engedélyezték. A járvány miatt a jegyes párok tömegesen tették át későbbi dátumra a menyegzőjüket. Június 1-től már vidéken, június 15-től pedig a fővárosban is tartható 200 fő alatti lakodalmak. Elmaradtak idén a tavaszi esküvők és a nagy lakodalmak. Kajetán Jácintnak 12 szertartás és lagzi esetében kellett új időpontot keresnie. Május közepétől azonban újra érkeztek hozzá a megkeresések. Mint mondta, azonban a pároknak az adott helyszín kapcsán érdemes a lehetőségekről érdeklődnie, hiszen óvintézkedések jelenleg is vannak. Ahogy kihirdetésre került ez a nevezzük így enyhítés, onnantól kezdve már folyamatosan jöttek az érdeklődések, akár olyan tekintetben is, hogy a korábban átrakott esküvőket az eredeti időpont környékén megtartani, vagy esetleg csak a polgári szertartásokat az eredeti időpont környékén megtartani, vagy hát egyáltalán, hogy milyen lehetőségek vannak. Azért az nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a 200 fős korlát, ez például Fonyódon konkrétan megkérdeztem egy egyházi szertartás esetén, egy katolikus szertartás esetén, hiába férne be a templomba 200 ember, a különböző szabályok betartása miatt csak 30-40 ember jöhet, tehát nagyon fontos, hogy a párok érdeklődjenek a lehetőségekről. Az eddig megszokottól később kezdődik az esküvői szezon, hiszen a tavasz teljesen kimaradt. Mint azt Palancsa László ceremóniamester elmondta, a párok többsége rugalmasan kezeli az új időpontot, így az sem ritka, hogy idén hétközben tartják a lakodalmat. Nagyon sok őszi időpont lett, és nagyon sokan ilyen teljesen extrém időpontokban, például a szerdai napon és ilyen hasonló időpontokban is hajlandóak megtartani az esküvőt meg a lagzit, mert mondom, a legfontosabb azért a párok szempontjából az, hogy ők mégiscsak össze akarnak házasodni, egybe akarnak kelni. Az enyhítések kihirdetését követően érezhetően jobb lett a jegyes párok hangulata, tette hozzá a ceremóniamester. Megint elkezdtek tervezgetni, és ugye le is állt a foglalás akkor, amikor a legsötétebb napokban voltunk, úgymond. Most viszont elindult a foglalási kedv, és azok, akiknek korábban még nem volt időpontja, de tervezték, hogy mondjuk a nyáron összeházasodnak, vagy az ősszel, ők most bátran ismét keresik a szolgáltatókat. Általában tavasszal és nyáron tartják az esküvők zömét hazánkban. A koronavírus járvány miatt idén nyár végére és őszre tevődött át a lakodalmas szezon. A Hungarikum Bizottság idei első ülésén a klasszikus magyar szabjavívás hagyományát, a magyar kardiskola alapját, mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket is a hungarikumok közé emelte. A 8 évvel ezelőtt alakult magyar szabjavívó iskola vezetője, a pécsi Balogh Imre büszke arra, hogy a szabja használatának kikristályosodott tudása később sporttá válva a magyar sportolókat is hosszú évtizedeken keresztül méltán jutatta a világ élvonalába. Tavaly tavasszal avatták fel Pécsett Jekelfalusi Piller György kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, katonavívómester emléktábláját, aki abban a magyar hadapródiskolában végzett 1917-ben, ami a mostani orvostudományi kar épületének helyén állt. Az eseményen a nagy előtt tiszteletére Mádai Norbert, a magyar szabjavívó iskola alapítója mondott köszöntőt. Most újabb mérföldkőhöz érkezett ez a hagyomány, hiszen a Hungarikum Bizottság a
klasszikus magyar szabjavívást, a magyar kardiskola alapját, mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket is a hungarikumok közé emelte. Szabjavívás, a magyar klasszikus magyar kardvívás és a szabjavívás végigkísérte az egész történelmünket, kezdve a korai időszaktól mindenféle bajvívó, vitéz, huszár nagyon jól forgatta ezt a fegyvert, és későbbiekben pedig, amikor már funkcióját vesztette, a harci funkcióját vesztette, megmaradt a sportvívás, ahol szintén ugyanolyan eredményeket értünk el. A Magyar Szabjavívó Iskola 2012-ben alakult, melynek egységes tananyaga megegyezik a klasszikus magyar szabjavívó iskolák legjobb hagyományaival. Ennél magyarabb harcművészet, magyarabb fegyver, magyarabb tárgy nem lehet, mint a magyar szabja és a magyar szabjavívás, hiszen hogyha végig gondoljuk, enélkül a kultúra, a művészet többi része sem maradhatott volna fel, nem lehetett volna vers, próza, zene, nem lehetett volna Adi, nem lehetett volna Liszt, úgyhogy azt gondolom, hogy része volt az egész magyar kultúrának. A legújabb bővítéssel a hungarikumok gyűjteményébe jelenleg 75 érték tartozik, míg a magyar értéktárban található kiemelkedő nemzeti értékek száma 175-re emelkedett. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Egyre több a szabálytalanul parkoló autó, a hatóság fokozott ellenőrzést ígér. Közérdekű adatigénylés, a szekszárdi városvédők szerint politikai alapon dölt el, kik kaphatnak segélycsomagot. Nehéz anyagi helyzetben a vadásztársaságok, elmaradtak a bérvadásztatások. Csütörtökön egy hideg front éri el térségünket, emiatt fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és kisebb eső, záporeső is előfordulhat. Megerősödik helyenként, viharossá fokozódik az északnyugati szél. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!